चक्षुरुन् मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Ugye itt folytatódik téma odaadó szolgálat, és mit jelent, hogy bhakti, bhakti yoga, mit jelent, hogy odaadó szolgálat. Odaadó szolgálat azt jelenti, hogy viszonyok Krisnával, ez a bhakti yoga. Ugye nagyon sok ember, nem csak a bhakták, néha bhakták között, néha emberek között, hogy ez a fejlődés, ez valami ilyen automatikus dolog, hogy így, hogy én csinálok valamit, akkor valamit fejlődök. De hova, miért, minek? Valaki gyakran azt gondolják, és írnak nekem is kérdéseket, hogy na most akkor érzem, mit érzi, ki mit érzi, mit gondol, és akkor ez melyik csakra? És akkor ember azt gondolja, hogy a csakra aktív, vagy nem aktív, akkor ez lelkileg fejlődés is. Lakshmini Srimadé Bhagavan Ki Jai. Nem, ezek személyes viszonyok. És mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Krishna Isten. Ugye? És Isten milyen Isten? Személy. Krishna egy személy, egy személyiség. És viszonyok vele, a bhakti, ez azt jelenti, hogy mivel ő egy személy, akkor azt jelenti, hogy valami van, amit ő szeret, és van, amit ő nem szeret. Van kettő ilyen dolog. És a bhakti az azt jelenti, hogy én meg akarok tanulni azt, amit szeret Isten. Meg kell tanulnom, meg kell értenem, és úgy kell cselekedni. Mert ez mindenhol működik, ugye most érdekes, hogy vannak pszichológusok, és néha bakták is mennek pszichológusokhoz. De hogyha mi megkérdezünk, mi volt hamarabb, jóga vagy pszichológia? Ki tud mondani? Mi volt hamarabb? Jóga vagy pszichológia? Jóga. És hogy nem? Mondom, hogy pszichológia, mert a jóga és a pszichológia ugyanaz. Ezzel dolgozik a jóga, pszichológiával, nem a problémákkal, az elmébe megmagyarázza, honnan van, miért van probléma, miért vannak akadályok a kapcsolatokban, és így tovább igazából. Ezért régen, mivel mindenki jógát gyakorolt, de jógát nem az ászánákat, hanem mondjuk bhakti jógát, mindenki volt pszichológus. Nem volt olyan szakma, külön pszichológia. Ezért, hogy ugyanúgy ez mindenhol működik világban, Krisnával, hogy ismerni kell, mit szeret, mit nem szeret, mert hogyha férfi és feleség között kapcsolatban ott is kell ismerni, ki mit szeret, ki mit nem szeret, a szülő és a gyerek között, ugye, hogyha a szülő tudja, mit szeret a gyerek, akkor jól működik a kapcsolat. A barátok között ugyanúgy, hogyha barátok ismernek egymást, mi az, ami zavarja a barátomat, mi az, ami ő szeret, akkor ez fog jobban kapcsolatot építeni. Szorosabb lesz a kapcsolat. Krisnával ugyanaz. A bhakti yoga nem más jelenti, mint megtanulni, mit szeret Krisna. Ugye, és ezért van a anyá vilásita sunyam, jana karma dhanavritam, anukuljana. Szóval anukuljana, ugye ez azt jelenti, hogy én tudom, mit szeret Krisna, és azt akarok neki csinálni. Ugye én szeretnék azt, amit Krisnának örömet okoz, az anukul. Ugye, mert valamikor a bhakti jogát, hogyha látszólag gyakorolunk, főzünk, takarítunk templomot, ajánljunk virágokat, énekeljünk, de elmében az van, amit én akarok, akkor ez nem tiszta bhakti. Ugye? Akkor az anukul nem megfelelő. Nincsen anukul ilyen. Ezért
nagyon fontos rész, ez a belső dolog a tudatunkban, ez az anukulana, ismerni, mit ő akar, és én ezt szeretnék neki megadni, amit ő szeretne. És szentírásoknak a lényege az, hogy megtanítani embert, mi az, ami tetszik Istennek. Kezdve Bhagavad Gita-val. Bhagavad Gita-ban Krishna tanítja embert arra, hogy ő hogyan látja a világot. Az az ő látása. Nem mondja, így kell látni, az ő így látja, és hogy valaki így látja, az már ezonos Krishna látása, akkor ez Krishnának tetszik, mert akkor ember valójában lát dolgokat úgy, ahogy vannak. Akkor nem, nincsen illúzió. Ez a szentírásoknak a lényege. Ez azt jelenti, hogy ahogy látjuk, hogy a bhakti yoga akkor kezdődik, amikor ember érti, hogy nem a anyagi érzékelítés legyen az előtérben, hanem a tudat megváltozása. Megint visszatérve az emberekre, hogy nagyon félreértések vannak, nem csak bhakti yoga, mint a Krishna tudat, mint bármilyen más lelki fejlődés Istennel kapcsolatban, hogy azért meditálok, hogy utána Isten körbe tárcoljon engem, teljesítsen a vágyaim, legyen pénzem, legyen egészséges, legyek egészséges, legyen egészséges a családom, akkor ez nem bhakti yoga, vagy nem tiszta bhakti yoga. Az bhakti, mert mi mindig Isten szolgálunk, de nem tiszta bhakti, hanem tiszta bhakti, ez a megértés, hogy bhakti yoga gyakorlat, az a tudatnak a megváltoztatása. Szóval nekem meg kell változtatnom a tudatomat. Ha nem változtatom, akkor nem tudok tiszta jogát gyakorolni, bhakti jogát. De mit jelent megváltoztatni a tudatot? Meddig kell változtatni a tudatot? Változtatni tudatot az azt jelenti, hogy megérteni Krisnának a vágyát, és amíg legveszélyesebb, amit most fogok mondani, lehet utána rám írni panaszokat, hogy áttértem, de legmagasabb szint, amikor a tudat egyé válik isteni tudata. Hoppá, bhaktipád. Szerintem máshol kell tartanod leckét. Egyé válni Isten tudattal? Hát annyi sok Mayavad erről beszél. Látszik, hogy sokat utaztál, hatása van rád. Igen, egyé válni, és én mindjárt megmagyarázom, ez mit jelent, hogy egyé válni. Chaitanya Charitamrita-ban, amikor Úr Chaitanya természetét olvassunk az elején, amikor tadvajámok voltak ketten, de a szeretet kapcsolat hatására ekarupa, egybe olvat a Rádha és Krishna. Ugye, szóval amikor a szeretet eléri a legmagasabb kapcsolat pontját, a csúcsát, akkor a szeretet, aki mondjuk szeretet hordozója, prema ashraya, ő azzal él, hogy csak a boldogsággal a prema viselje, akit szeretem. Ugye? Ezzel él az ember, a bhakta. És ez a tiszta szeretet, mikor én akkor boldog vagyok, mikor ő boldog. Mikor ő boldogtalan, akkor én boldogtalan vagyok. Szóval ez az egy válás a tudatnak. Természetesen a lélek sose lesz Isten, ugye? Minőségileg különbség van, hogy mindig parányi és mindig alárendelt helyzetben lesz, ezért ő lesz, aki szeret. És Isten fősebb rendben van, azért ő lesz, akit szeretnek. De mikor szeretet nagyon-nagyon tiszta, akkor ott van ez az érzés, ez a, hogy én vagyok. Én vagyok, én élek az ő boldogságban. Ezt megerősíti Srimati Radharani, aki Alankara Kaustupi-ban
mondja egy ilyen mondatot, következőt mondja Srimati Radharani: azok az emberek, akik azt mondják, én vagyok a tiéd, és te vagy az enyém, azok az emberek semmit nem értenek a szeretethez. Szóval így ez mondja, ugye, hogy igazából van ez az egyé válás, ez a szeretet, mikor a mi tudatunk annyira közel áll egymáshoz, amit érezünk egymásnak a boldogságát, és éljünk másoknak a boldogságával, ez a bhakti. És amikor Upanishadok mondanak ezt az ismert kifejezést, tat tvam asi, tat ő tvam asi, te ő vagy, te vagy ő, magyarul, te ő vagy, tat tvam asi, te vagy ő, ugye ez, ami majavádék azonnal írnak könyvöket, na igen, mondtunk, mindenki Isten, egyike vál Istennel. És acsárják próbálnak ezt mindig itt magyarázni, hogy ez nem erről van szó itt. Nem arról van szó, hogy ember istené válik, és Jiva Goswami is erre magyarázatot mondja, hogy valójában a tattvamasit szó szerint kell érteni, igen, hogy te vagy ő, de ez a legmagasabb szeretetnek a stádiuma. Szóval ez egy ilyen veszélyes pont, de mindig bakták értenek, hogy igen, amikor a tudat nagyon érzi a másik szemét, akit szeretjünk. Ez a... És ez a tudat, amikor így megváltozik valakinek, akkor az ember már nem él anyagi világban, megváltozott, akkor mindig Galoka Vrindávant érzi. Szóval, ahogy Sivarama Maharaj magyarázott Damadi Tatvában, hogy hol van a Vrindávan. Arra van, vagy fönt van, vagy lent van. Merre van a Vrindában? Minden van. Ugye Krishna átható, Krishna minden átható, és Vrajesa Tanaya Tadhama Vrindavana. És a Vrindában ugyanúgy minden átható. És Vrindavanba utazni, ez megváltoztatni a tudatot. Hogyha megváltozik a tudat, akkor ember nem anyagi dolgokat lát, hanem Galoka Vrindavant. Ugyanaz van a New Vrajadhamával, Nava Vrajadhamával. Mi tudjunk látni itt, csak esik az eső, mert unalmas, most megint ugyanaz, most van fűtés, nincs fűtés, de tudjunk látni Vrindavant, Galoka Vrindavant a Nava Vrajadhamból. Hogyha meg sikerül megváltoztatni a tudatot. És Bhaktisiddhanta Sarasvati akkor, amikor ment Radakundba, Radakund partjára, ami a Földön is ugye egyik legmagasabb lelki világnak a megjelölése vagy szent helye, és ő, mikor látta, hogy mennyire sok ember van ott, és mindenki materialista tudatban van, akkor ő azt mondta, hogy ez nem Radakund, hanem Narakakund. Szóval minden a tudaton. Lehet szent helyen lenni, de hogyha a tudat nem változott meg, akkor a Radakundban lesz Naraka, démonikus kund. Mert démonikus tudattal, ha bárhova mész, akkor mindig csak démonikus hatása lesz mindenhova. Ezért a bhakti yoga, ez a személyes tudat megváltoztatása. Nézzük az időt, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni a tudatunkat arra, hogy egyé érezzünk egy Krisnát, egyé váljunk Krisnával, megint nem úgy, hogy mi legyünk Krisna, hanem ez a szeretetet hogy lehet elérni, úgy, mert a bhaktinak ez a célja. Akkor ebbe ezt az utat, ezt a gyakorlatot lelki tanítómesternek a szavai segítenek. Ugye a lelki tanítómester, aki segít megváltoztatni a tudatunkat. Ugye ő látja, hogy kinek milyen problémák vannak a tudattal, és akkor az utasításokkal segít elérni ezt a változtatást, hogy ember kezdjen
egyé válni Krisna vágya. Szóval egyé válni, ez azt jelenti, hogy, hogy én ezt akarok, amit Krisna akar. Szóval ez az egyé válni. Szóval nem, én nem lettem Krisna, de egyé váljak Krisnával. És akkor ez tanítja minket az utasítások keresztül. Ugye ott is énekeltünk Guru Mukha Padma Aki Aikya Csittette Csitta, tudod, Koriya Aikya, hogy én szeretnék, hogy az én tudatom, a csitta, a tudat, az elme egyé váljon a gurunak az utasításukkal. És szóval ezt szeretnék. Szóval a csittette Koriya Aikya. És ez a lelki tanító mesternek a feladata. Ugye sokszor lelki tanító mester mondja, hogy akkor ez a projekt, ezt kell csinálni, és akkor nekünk van annyi sok saját projektünk, annyi sok fontos dolgunk van, és nem érünk rá a lelki tanító mester projektre. Igen, ez amikor még nem vagyunk éretek. De amikor éretek leszünk, akkor olyanok leszünk, mint Srila Prabhupada, aki ő csütötte Koriya. Ő egyé vált a tudata, Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharajnak a utasításaival, azért sikeres lett. A mi lelki tanító mesterünk, Srila Sivaram Swami Maharaj beleértve, ugyanúgy miért ilyen sikeres? Mert neki nincsen életében más. Az ő tudatja, tudata egyé vált azzal, hogy Srila Prabhupada mit akar. Ő ezzel él. És akkor látjuk, mennyire nagy sikerek vannak, és van egy elégedettség és boldogság. Amikor ember nem próbál ebbe az irányba menni, akkor nagyon nehézé válik az odaadó szolgálat. Na, mindjárt erről fogok beszélni, a nehézségről. És ezért mi lelki tanító mestereket követjük és imádjuk. Ugye, miért kell imádni lelki tanító mester? Miért ő imádandó? Ugye, annyi sok embert imádnak itt a világban, összes énekest imádnak a világban, mindenkit imádnak a világban, de a lelki tanító mestert azért imádjunk, mert ő nekünk tanítja a sásztrát, ő él sásztra szerint, és ő vagy már nagyon fejlett, vagy már elérte a tökéletességet, hogy csitette koriaikja, vagy Sri Chaitany Manobistam, úgyis Manobistam, ez is, hogy megértette az elméjét Krisnának. És csak azt akarja, amit Krisna akar, nincs más vágya, ez a szempontból egyé vált. Szóval ez a lelki tanító mesternek az útja. És ő, ezért fontos mindenkinek az életében, lelki tanító mester nélkül, nagyon lassan és nagyon korlátozott tudjunk fejlődni. És amikor elkezdjünk követni lelki tanító mestert, akkor mire van szükségünk még? Egy adikára, egy fontos tulajdonságra, az a hit, shraddha. Hit, de megint hit, mint bizalom. Szóval de érdekes, mi azt mondjuk, ahhoz, hogy gyakoroljon valaki baktit, akkor kell hit, vagy bizalom. Mondjuk hit most ebből a szempontból, hogy hiszek a folyamatban. De Jiva Goswami, másik acsárják magyaráznak, hogy valójában a bakti független. Mert hogyha mi mondjuk, hogy hit kell, akkor most ez azt jelenti, hogy a bhakti függ a hittől. Hogyha nincsen hitünk, akkor bhakti nem fog működni. De fog. Bhakti nem függ a hittől, ő teljesen független mindentől, és transzcendentális. Ugyanúgy, mint a tűz. Hiszünk a tűzbe, vagy nem hiszünk a tűzbe, de ha berakjunk a kezünket, meg fog égetni. Szóval ugyanúgy, ha bhakti, hiszünk vagy nem hiszünk, de ha érintve leszünk bhaktival, lesz hatás. Az biztos. De akkor miért beszél ennyien a acsárják, kezdve a Rupa Goswami-tól, Jiva Goswami, Srila Prabhupada, Sivarama Maharaj, lehet sorolni az egész paramparátor brámáig. Miért akkor kell hit? Mi ez a hit, mi ez a shraddha?
A hit azért kell nekünk, hogy mi tudjunk gyakorolni tiszta baktit. Mert hogyha nem hiszünk, és van hatása, de az nem tiszta gyakorlat, nem a tiszta baktinak a gyakorlata, de a hit adja tiszta baktit, és adja azt a képességet, a határozottságot, amikor a tudatunkat teljes mértékben tudjunk belerakni a bakti gyakorlatba, ezért kell hit. Hogyha nincs hit, akkor így, amikor van kedvem, gyakorolok, ráérek, akkor ilyen klub hangulat van. De amikor van hitem a baktiba, akkor vagy javaslját, mint a buddhi, akkor a tudatom koncentrálva lesz a bakti gyakorlatra. Jási Sirád Hásem, azt mondja, ki jaj. Ezért a bakti olyan, mint egy, ez a hit, a baktiba, a hit, ez olyan, mint egy nagyító. Ugye a nagyító mit csinál a napfénnyel? Összpontosítja egy pontra, koncentrál egy pontra, és tűz lesz. És a hit a bakti folyamatban azt teszi baktának a tudatjával, hogy összpontosítja az összes tudatot a gyakorlatokon. És akkor bakta kezd gyakorolni, teljes tudata elmerülése a bakti gyakorlatban. Szóval ezért kell ez a hit. Ez egy fontos hit, ez a tiszta baktinak, a tiszta bakti útjáról a hite. Erről beszél, és Yamuna Acharya a Stotra Ratnában van egy nagyon jó vers. Bhavantam evanucharan nirantaram. Azt mondja, hogy bhavantam evanucharan nirantaram, az azt jelenti, hogy én vagyok a te szolgád. Én mindig szolgált vagyok, bármit csinálok, igazából a te szolgált vagyok. Mert nincs más, mindenki téged szolgál, én is téged szolgálok. És most prasanta nishesha manorantara, ez azt jelenti, hogy most valahogy az én vágyaim az elmébe egy kicsit megnyugodták, és a szívem kicsit nyugisabb, és nincsenek ezek a nagy hullámaim a szívembe. És ezért azt mondja, kérdezem, kada akantika nitya kinkara, mikor én valójában leszek a te baktát, mikor valójában a szolgává válok. Ugye kinkara, kinkara az azt jelenti, hogy ilyen szolga, olyan szolga, amikor mondanak, figyelj, akkor most ugar ide, ugar oda, most hozd el ezt, vidd el oda, ez a kinkara, aki ilyen itt van mellettünk, és bármikor mondunk, minden ugrik is csinálja, az a kinkara. És azt mondja, mikor én már ilyen válok? Mert ez a bhavanta evancharam nirantaram, ez a szolga, ez mindenki elszolga, de mikor én leszek tudatosan szolga, hogy én akarok ezt csinálni, prasanta nishesha, kadaham aikantika nitya kinkara, aikantika, ez az eka, amikor én olyan szolga leszek, hogy eka, aikantika, hogy az én tudatomban egy dolog van, egy vágyom van szolgálni téged. Mikor olyan a válik az én tudatom, hogy leszek ilyen szolgát? Praharsa visyami, az azt jelenti, hogy és akkor, amikor ilyen válik, mikor válik ilyen, hogy ebben merítem boldogságot és örömet, mikor már megértem, hogy ez a boldogságnak a forrása, amikor aikantika, egy dolgom van az elmébe szolgálni téged. És utána mondja, sanata jivita, hogy fogok érezni, hogy na végre megtaláltam az én uramat, a szívnek az uramat. Szóval így mondja a Yamuna Acharya, hogy ez a hit, amikor, és ez a hit és a vágy, hogy mikor leszek, fogok gyakorolni úgy odaadó szolgálatot, hogy akaitika, aikantika, hogy csak egy dolgom van, vágyom gyakorolni, és szeretnék elmerülni ebbe. Szóval Sastra és a lelki tanítómesterbe a hit, ez az alap, ugye? De van nekünk egy akadály.
mikor halljunk sok tanítást, mi az akadályunk? Ez az ego. Ego mondja, jó, jó, jó ezek, de nem kell olyan gyorsan, nem is biztos, hogy ez az igaz. És utána most nem fogok belemenni ebbe, mert ez egy másik téma lesz majd egyszer, hogy utána jönnek a nagy akadályok. Amikor az ego benne van, akkor jönnek a sértések, jönnek a námaparát. Ez egy nagy tudomány, ezért majd valamelyik alkalommal majd erről fogunk beszélni. Én most inkább most nem fogok elrontani mindenkinek kedvet reggeli előtt, hogy inkább most csinálunk jó kedvet, mert Jiva Goswami Bhakti Sandarbhakban magyarázza 153. részében, ott, amikor a sértésnek a tudományát beszél, akkor először dicséri a baktát, dicsőti a baktit, bakta gyakorlatot, és akkor mondja, hogy van négyféle dolog, amit bakti tud adni nekünk, és milyen a bakti természeten, négyféle tulajdonsága is lehet. Valójában, hogyha azt, már az, hogy mi itt vagyunk, Krisna már minket megmentette. Mert már itt vagyunk. De most mi van a tudatunkban, az már rajtunk múlik most. Ugye ez mert majd megbeszéljünk máskor, hogy miért 20 év múlva olyan tudatom, mint a WC. Vagy nem tudom milyen, olyan, mint a gyémánt. Valakinek olyan is lehet. Szóval ezeket így majd beszéljünk, de négyféle bhakti, ugye, ami által Krisna megmenti mindannyiunkat, az egyik az, hogy bhaktinak a természete az, hogy ahhoz, hogy valaki felszabaduljon, elegendő csak egyszer, egy pillanatra találkozni bhaktával, bhaktival. Érintésbe csak egyszer jön valaki bhaktival, akkor már lesz, meg lesz mentve. Ugye Srimad Bhagavatam magyarázza egyik énekben, hogy minden nappal, reggeltől estig, a nap, bolygó, minden embernek rövidíti az életét. Utána van de. De azokon kívül, akik legalább egyszer bhaktival kapcsolatba jöttek. Szóval már nap nem rövidíti az életet annak, aki egy pillanatot hallott a Krisnáról, a nap már nem befolyásolja ennek az életét. Ugye, mint emlékszünk Narada Muni-s történet, mikor volt egy bűnös ember, és Narada Muni jött, és mondta neki, hogy ez a bűnös ember semmit nem bírta, annyira bűnös volt, hogy semmit. Még nem is tisztelte Náradát, semmit, csak nem tudom, mit akart vele csinálni, de Narada Muni mondta, jó, mikor meghalsz, és halál úra előtt kerülsz, akkor egy kérdést tedd fel neki, hogy mi lesz az eredménye azzal, aki egy pillanatig társul a tiszta baktával. Emlékszünk ezt a sztorit, ugye? És akkor Yamaraj elé került, sikeresen meghalva, és Yamaraj mondja, na jó, hát akkor mész a pokolba, nagyon jó kis forgatókönyvet most összeírtál magadnak, hogy miután mi fog következni, nem fogsz fázni, nem fogsz unatkozni, jó lesz. És akkor mondta, jó, lehet utolsó kérdésem. Jó, tedd fel egy kérdés, utolsó, oké. Mit fog történni azzal a személy, aki egy pillanatig az életében társul tiszta baktával? Gondolta Yamaraj. Ezt meg kell kérdeznünk az Úr Brahmától. És akkor elmentek a bűnös ember, Yamarajnak a kísérők. Elmentek az Úr Brahmához, megkérdezték. Brahma mondta, még ilyennel nem találkoztam. Jó, akkor menjünk az Úr Sivához. Elmentek az Úr Sivához, mert magasabb helyzetben van. Ugye elmentek Sivához. Úr Siva azt mondja, nem tudom, megyünk tovább. És akkor megy Úr Siva, megy Úr Brahma, akkor megy Yamaraj, van ez a bűnös, akkor jöttek Úr Vishnuhoz, a Vaikunthára, és akkor kérdeznek, hogy akkor ő akar kérdezni, kedves Uram, még sose mi nem tudtunk válaszolni, te biztos, te mindent tudsz, te tudsz válaszolni. És akkor a bűnös ember kérdezte, kérlek, mondd meg, mi lesz azzal a személlyel, aki az életébe
lehet, hogy bűnös volt, de egy pillanatot társult tiszta baktával. És akkor Úr Visnu mondja, hát én nem tudom, mi lesz vele, de azt tudom, aki egyszer elkerül Vajkuntára, az már nem megy innen haza, nem megy vissza. És akkor ott maradt. Szóval ez a baktinak a hatalma, hogy egy pillanat társulása baktival, akkor adja eredményt. Be kell gyorsulnom. Még három. A másik, hogy azt mondja, hogy elegendő, hogy valaki közvetve érintve lesz baktival. Ő is felszabadul. Szóval nem tiszta baktával, hanem valaki, aki volt érintve baktival, és vele fogunk érintésbe kerülni, akkor ezt is meg tud menteni. Még nem is így, azt mondja Jiva Goswami, aki érintve, ő még tőle is fel tudjuk szabadulni, közvetlen. És akkor mondja, hogy például egy példa, volt egy személy, egy ember, aki tiszta baktával vált, és felépítette a templomot, és beállította egy murtit. És utána mondja a Szentírás, egy ilyen embernek az összes generáció egész úrbrámaik felszabadul. Ugye valahol olvasunk 7 generáció visszafele, valahol Yamaraj mondja 9000 generációval, a másik helyen azt mondja, összes őseit, egész úrbrámaik felszabadulnak, hogyha valaki tiszta baktával válik. Az már nagyon közvetve lesz. És még kettő gyorsan, hogy azt mondja, még a baktinak az árnyéka fel tud szabadítani az életet. Ez egy érdekes, hogy ugye, amikor a bakti, mint egy tűz, felszabadítja, csak egy pillanatot akkor már felszabadítja. A közvetve ez azt jelenti, hogy van tűz, Krishna, és van tűzbe tartott vas, ez egy bakta, aki, és az felszabadítja. És hogyha ehhez a forró vashoz érintjük még egy vasat, és az már nagyon közvetve, és még az is égetni fog, az is felszabadítja. De itt azt mondja, hogy még az árnyéka, is égeti. Égető hatású. Még a baktinak az árnyéka is tudja felszabadítani a szemét. Röviden, gyorsan elmondom, hogy volt egy személy, aki rórosz részeges festő volt, és egyszer vette Isopanisádot, és utána annyira berúgott, hogy meghalt. És jött, elkezd látni hangokat, meg jöttek ilyen szörnyetek, és mondták neki, na jó van, oké, arra vártok már, hogy mikor már viszünk téged, és elkezdtek neki felsorolni mindent, amit ő el is felejtette, rossz dolgokat. És annyira megijed, és azt mondta, ezt mesélni, hogy akarta menekülni, ez Oroszországban történt, meséltek orosz bakták, de nem bírta elmenekülni, nem tudta elszökni. De egyik pillanatban látja, hogy jön az a Visnu, ami kép volt a Isopanisád, ami egyszer meglátta, és látja, hogy ez nem rajz, hanem élő, a csukják mozognak, és mosolyog az Úr Visnu. Abban a pillanatban félelem, minden ez a szörnyű dolgok elszétoszlodott, és mosolyog neki az Úr Visnu, és akkor így utána magához tért, és azonnal elszaladt keresni baktákat. És akkor így baktákhoz, és mondta, ezt az elmesélt a templomba, meg sose találkozott, csak egy könyvet vette. Hogy köszönöm, Krishna engem így megmentette. Igen, Krishna minket megmentette, csak a probléma ezzel az emberrel az volt, hogy igen, egyszer megmentette, de ő mit csinál utána? Szóval mi már itt vagyunk, de most mit csináljunk? Krishna minket megmentette, de mi mit csináljunk? Ő további volt, és meghalt az alkoholizmusban. Szóval itt egy ilyen érdekes dolog. Krishna biztos megmentetett, csak hogyha mi folytatjuk, akkor visszamerünk. És az utolsó. Na az utolsó, ez már kiveri biztosítékot egy konzervatív baktának. Vannak konzervatív bakták? Akkor így csinálja. Mert biztosíték, ledobja az égszíjat az agyat, kiveri a biztosítékot, és bedobsz a töröl között, és tele lesz a hócipőt. Ezt tanulta a 20 év alatt magyar nyelven. Azt mondja, még
a sértések, ami valamilyen bhakti nyomát emlékeztetnek, még ez a sértő hangulat, ami bhakta nyomát emlékeztet, ez is fel tud szabadítani. Volt egy rákshasa, aki akarta megenni egy brámanát. Látta egy brámanát, és gondolta, most megeszem a brámanát. Ez egy sértő, nem? Azért komoly sértés egy kicsit. És akkor oda kezdte támadni a brámanát, a brámana leült, és elkezdte védő mantrákat énekelni. És akkor, mikor támadott, és elkezdte hallani a mantrákat, védő mantrákat, ami zengette a brámana, az megtisztult, és bakta lett belőle. Vagy egy másik, volt egy egér egy templomban, aki rájött, éhes, ugye templom egére hallottunk történeteket, ezek szegények, és a Indiában, ahogy nálunk is volt, olaj ghi mécsessel világítanak. És a egér kitalálta, hogy ott kell, az oltárral mindig felmászott, és lopott, evett ghit a lámpásból. Ez is egy sértő mentalitás, Istentől felmászni az oltára, nem putya tisztán, és enni az oltáron, még lopni is, azért komoly, sok apparát van benne. És egyik alkalommal ő olyan éhes volt, hogy akkor evett a ghiből, amikor éget a lámpa. És beakadt a fogak között a kanóc, és elkezd égetni. Akkor elkezdte ugrálni kanóccal, és a kanóc így vele egyet így lobogott, lángolt. Krishna ott az oltáron mondta, te kedves, áratit tart nekem, ajánl nekem ghi lámpát. Következő életben ez az egér született királynőnek, tiszta baktáként, aki mindig áratiba lámpást ajánlotta. Szóval a sértő mentalitás, ami baktinak a valamilyen emlékeztető, ez is fel tud szabadítani. Ez a bakti. De, ahogy említettem, csak miután, hogyha megkapjunk így, megmenti minket Krishna, hogyan teszünk, és mit csinálunk, ez lesz majd egy másik nagy téma. Hogy sértésekkel mi történik, és a gyenge idegzetű bakták akkor ne jöjjenek az előadásra, mert Jiva Goswami elmondja nagyon egyenesen dolgokat. Köszönöm szépen! Shri Radha Shyama Sundar ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanandi. Gaura Bhaktavrinda ki jai.